lettek a szakszervezeti költségek. A megküldött adatszolgáltatásból is kiderül, hogy a szakszervezeti tisztségviselők részére a bérköltség terhére történt kifizetések és munkaidő kedvezmény igénybevételének időtartamára vonatkozó kifizetések nőttek, amikor a munkavállalók létszáma tudatosan csökkent. 2003-ban 305 millió forint, 2010-ben 927 millió forint per év volt. A szakszervezeti tisztségviselés egyéb kifizetései 2004-ben 150 millió forint, 2010-ben a teljes MÁV csoportra vonatkoztatva 1 milliárd 354 millió forint volt. Főállású kb. 40 fő vezető és más bérekre vonatkozóan csak becsülni tudunk, összességében a MÁV szakszervezetek MÁV költsége másfél 2,2 milliárd forint per évre tehető. Köszönöm szépen, majd folytatnám egy következő hozzászólásot. Köszönöm szépen, képviselő úr. Jávor Benedek képviselő úr következik, LMP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Van bennem emberi érzés, úgyhogy megpróbálom a 15 perces időkeretnél rövidebben csak a legfontosabb megállapításokat ismertetni önökkel. A vizsgálóbizottság alelnökeként a vizsgálóbizottság által elkészített jelentést megszavaztam, tekintve, hogy az abban foglaltakkal alapvetően egyet lehet érteni. Ugyanakkor megjegyeznénk, hogyha a jelentésben foglaltakkal nagy baj nincs is, azzal, ami viszont hiányzik belőle, azzal a lehet más a politika frakciónak komoly fenntartásai vannak. Úgy látjuk, hogy a vizsgálóbizottság által elkészített jelentés nem vagy nem kellő hangsúllyal tér ki azokra a stratégiai jelentőségi területekre, amelyek nélkül nem értelmezhető a MÁV, illetve az egész vasúti ágazat helyzetének az alakulása, nem csak 2002 és 2010 között, hanem a rendszerváltástól kezdve. Meg kell vizsgálni azt az egész finanszírozói és szabályozói környezetet, amelyben a vasúti ágazat működött, és amely gyakorlatilag a politikai döntések által befolyásolt szabályozói és finanszírozói környezet alapvetően meghatározta a MÁV csoport működését és a MÁV döntéseinek a következményeit is az egész MÁV csoport működésére. Ilyen stratégiai jellegű kérdések közül mindenek előtt szeretnénk kiemelni a pályahasználati díjak, illetve a versenyhelyzet, a torz piaci versenyhelyzet tartós fennmaradását a személy- és teherfuvarozás területén. Míg a vasúti fuvarozásban mind a teherszállításban, mind a személyszállításban a pályahasználati díjakat a vasút alapvetően köteles megfizetni, és ezek megjelennek az árképzésében. Ezen közben egyfelől a hazai versenytársa, a közúti fuvarozás nem fizeti meg az úthasználati díjait, vagy ennek csak ennek a költségnek csak egy töredékét fizeti meg, és így gyakorlatilag a vasúti ágazat a rendszerváltás óta folyamatosan egy mesterségesen fenntartott egyenlőtlen piaci versenyben van a közúti ágazattal. Ebben a helyzetben gyakorlatilag bármit csinálhattunk volna a MÁV-val, akármilyen szupermenedzsereket ültethettünk volna a MÁV tetejébe, akkor se lettek volna képesek ezt a cégcsoportot ilyen egyenlőtlen versenyfeltételek között kielégítően működtetni. Arról már nem is beszélek, hogy a MÁV nem csak itthon versenyez a közúti ágazattal, hanem versenyez a szomszédos országok vasútjaival is, ahol a pályahasználati díjak szintén alacsonyabbak, tehát például a tranzit forgalom egyre inkább átterelődik tőlünk északra a szlovák kelet-nyugati irányú vasúti kapcsolatokra az olcsó pályahasználati díjaknál fogva. Tehát a torzul megállapított pályahasználati díjak és a mesterségesen alacsonyan tartott közúti fuvarozási díjak az alapvető okai az egész vasúti ágazat válsághelyzetének. Ehhez hozzájönnek azok az elemek, amelyekről képviselőtársaim már beszéltek, például a ki nem fizetett közszolgáltatásoknak a kérdése, a jegyárkiegészítés nem megfelelő módja, amelyek gyakorlatilag azt jelentették, hogy a MÁV számára az állam, mint megrendelő, egyszerűen nem fizette meg a nyújtott szolgáltatásoknak az ellenértékét. Egy eleve torz versenyhelyzetben egy olyan cég működött, amelynek a szolgáltatásait nem fizették meg. Ezek után azt hiszem senkinek nincs oka csodálkozni azon, hogy a vasúti ágazat és a MÁV oda jutott, ahova jutott. Ehhez képest
már csak hab volt a tortán, hogy a MÁV-on belül a 2002-2010 közötti időszakban ebből a helyzetből sem tudta sem a MÁV irányítása, sem a politika irányítás kihozni a lehetőségeket, hibás döntések adott esetben, és ezeket a elnök úr részben ismertette, részben a jelentésünkből részletesen megismerhetők, vizsgáltuk is, hogy milyen olyan értékesítési lépések történtek például, ahol akár a korrupció gyanúja is fölmerül. Probléma a szerkezetátalakítási programokkal össze nem hangolt költségvetési és közlekedés politikai döntéseknek a sorozata, tehát sokszor az egyes döntések nem erősítették, hanem kioltották egymást. Olyan kiszervezési lépéseknek a végrehajtása, amelyek egy ilyen erőltetett mennyiségi szemléletű kiszervezési döntéssorozattal álltak össze, nem vizsgálva ezeknek a kiszervezéseknek a tényleges funkcionalitását a MÁV szerkezetén belül. Mindezek alapján az LMP részéről a vizsgálóbizottság jelentését kiegészítően a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg. Egyrészt elkerülhetetlen a magyar vasút pályahasználati díjainak és a közúti fuvarozás útdíjainak harmonizálása. A közúti fuvarozás költségeinek a megemelése, és tulajdonképpen nem csak a közvetlen közút építési költségeknek, hanem például a környezeti externáliáknak az integrálása a közúti fuvarozás díjaiba, már az Európai Unió vonatkozó szabályozásában is megjelenik, éppen a múlt héten döntött az Európai Parlament a Eurovignett rendszernek a módosításáról, ahol ezek az externáliáknak a megjelenítésére hívják föl a tagállamokat. Ez Magyarország számára is egy elkerülhetetlen irány. Nem elég pusztán az autópályahálózaton egy kilométer arányos útdíjnak a bevezetése, hanem a teljes főúthálózaton a teherfuvarozásra vonatkozóan árutonna kilométerre vetített kilométer arányos útdíj bevezetésére van szükség. Ez teremti meg azt az egészséges versenyhelyzetet a fuvarozásban, ahol a vasút egyáltalán helyzetbe kerül, hogy méltó és sikeres versenytársa tudjon lenni a közúti teherfuvarozásnak. Elkerülhetetlen a MÁV menetrendi struktúrájának az átalakítása és egy olyan országos integrált ütemes menetrendnek a kialakítása, amely olyan szolgáltatást nyújt a utazóközönségnek, hogy az visszatérjen a vasútra, különös tekintettel, hogyha a közúti közlekedés költségei azok arányban lesznek a vasúti közösségi közlekedésnek a költségeivel. Ha ehhez egy vonzó menetrendet és egy olyan színvonalú szolgáltatást is tudunk nyújtani, amely meggyőzi az utazókat arról, hogy érdemes a vasutat választani, akkor fogunk tudni a MÁV számára egy megfelelő, sikeres pályaívet fölvázolni. A vasúti közlekedésben nem csak a távolsági, hanem az elővárosi közlekedésben és a regionális személyközlekedésben is kiemelt szerepet kell kapnia. Javasoljuk, hogy tekintse át a kormányzat a MÁV jelenlegi cégszervezeti struktúráját. Úgy látjuk, hogy egy olyan szétdarabolás történt meg az elmúlt két évtizedben, amelyet nem indokol a MÁV jelenlegi működése, tehát például teljesen fölösleges a vontatási tevékenységet folytató trakció külön cégként való megjelenítése a MÁV struktúrában, hiszen lényegében az a trakció senki másnak nem szolgáltat, mint a MÁV Start ZRT-nek, tehát ebben a helyzetben indokolatlan külön cégekben ezeket a tevékenységet megoldani. A pálya vasutat viszont egyértelműen le kell választani a MÁV csoportról. Összességében azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság elvégezte a munkáját, a vizsgálóbizottság által elkészített jelentés rávilágít a MÁV csoport elmúlt 8 év 2002 és 2010 közötti időszakában hozott döntések problematikus voltára, számos kritikus pontra felhívja a figyelmet, amellyel egyet tudunk érteni. Ugyanakkor a múltba való mutogatással és ezeknek a struktúrán belüli hibás döntéseknek
az esetleges kijavításával sem fogunk tudni eljutni oda, hogy egy működőképes vasút legyen a magyar állam tulajdonában. Göndör képviselőtársam azt a kérdést tette föl a felszólalásában, hogy vajon, ha a 2002-2010 közötti átalakítások nem történnek meg, változatlanul marad a MÁV, akkor volna-e ma, miről beszélnünk volna ma még egyáltalán MÁV. Én egy picit másképp tenném föl ezt a kérdést, hogyha a MÁV működése változatlanul zajlik tovább úgy, ahogy most abban a szabályozói környezetben olyan pályahasználati, úthasználati díjakkal, olyan közszolgáltatási finanszírozással, amilyenben most, akkor lesz-e miről beszélnünk 5-10 év múlva, lesz-e még vasúti ágazat Magyarországon. Ahhoz, hogy legyen miről beszélnünk, ahhoz a kormányzatnak nagyon sürgős és alapvető változtatásokra van szükség az egész vasúti ágazat szabályozását illetően. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni, és azokat a döntéseket meghozni, amelyek egy működőképes vasúti szervezethez, egy működőképes MÁV-hoz vezetnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Korondi Miklós, képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Folytattam a hozzászólásom második részével. A Jobbik képviselő csoportjának külön véleményét fogalmaznám meg az elkövetkezendő 15 percben. A MÁV, mint az ország legnagyobb létszámot foglalkoztató, úgynevezett szocialista, és utolsó szocialista nagyvállalata ugyanazon politikai és gazdasági pályán futott, mint az egész ország. Ha megrajzolnánk a megfelelő grafikonokat, meglepő, azonos éveket találnánk. Alapvetően a MÁV sorsát az a tényező határozta meg, hogy nem volt gazdája, nem volt igazi tulajdonosa. Természetesen volt és van is jogi tulajdonosa, de személyes véleményem szerint, aki 30 évet meghaladóan belülről ismeri a helyzetet, alapvető probléma a tulajdonosi gondolkodás hiánya volt. A MÁV egészét illetően nagyon sokáig nem tudtak mit kezdeni vele, és védelmet nyújtott a jogi háttér is, addig, amíg a privatizációs törvény kizárólagos állami tulajdonba sorolta be, ez a jogi védelem azonban gyorsan meg is szűnt. Nem ismerheti a MÁV igazi helyzetét, aki csupán a közvélemény által látható valóságot, azaz a vasúti személyszállítás és ehhez kapcsolódó állomási forgalmista mozdulatú kalauz tevékenységét látja. Ez a szükséges és hasznos felszín, amely a vasutas létszám kisebbik és kizsákmányolt részét jelenti. A kirakat mögött vannak az igazi érdekviszonyok, ott folyik évtizedek óta a harácsolás, és a korrupció gyanús ügyletek bonyolítása. Ezért törekedtek egyes érdekcsoportok a beépülésre, lásd a MOL egész személyzetét, nem az úgynevezett külszolgálatnál, hanem kizárólag vezetői, jól fizetett, kevés munkát vagy látszattevékenységet ellátható pozíciókban. Nem véletlen, hogy volt szocialista miniszterek, vezérigazgatók, helyettesek, vetélkedve épültek be, akár ingatlan kezelői beosztásba, akár a refakciát kihasználó vállalkozásokba. A MÁV ugyanis annak a cégnek, amelyik fuvarozással megbízza, a cégnek komoly kedvezményt adott, amiből minden tevékenység nélkül jól lehetett évekig élni, csak az ismertség kellett hozzá. Hiába teljesített viszonylag jól a vasúti forgalomban résztvevő vasutasság, ha a túlsúly, amelyet a vállalat cipelt, lehúzza a teljesítményét. Nem a forgalmat kell folyton piszkálni, leépítéssel, pénzelvonással, hanem a hátteret kell megtisztítani. A MÁV jelenlegi helyzetéhez vezető okoknál mi elsősorban a tulajdonosi jogkör gyakorló minisztérium gyengeségét emeljük ki, mert ebből következik az állami szerepvállalás alulfinanszírozása, a meggondolatlan vagy nagyon is meggondolt kiszervezések, privatizálások bonyolítása. Mindezekhez hozzájárulnak a vezetői felelőtlenségek, veszteséges üzletek lelkes megkötése, monopól helyzetek kialakítása. Elmondhatjuk, hogy szinte soha nem került a hibás döntések miatt sor vezető felelősségre vonására, a ritka kivételeknél pedig a rendőrség vagy ügyészség nem látott bűncselekményre vezető okokat. Kérdezhetjük, hogy egy veszteséges vállalkozás miért folytat ilyen nagyvonalú mecenatúrát, miért folyósít gyanús támogatásokat, miért növeli a szakszervezetek támogatását. Az ország privatizációja nem volt más, mint a közpénzen felhalmozott
formailag állami, valóságban az ország népének munkája által létrejött vagyonok ajándékba adása meghatározott szűk rétegek számára. A MÁV kiszervezése, átalakítása sem történhetett ettől eltérő módon, az elején azonban a spontán privatizáció már jellegénél fogva sem működött azonosan. Jó példa a spontán értékesítésre 1992-ben a MÁV belső szervezeti részét képező hagyományos utasellátó eltüntetése, úgy, hogy senki sem, az utazóközönség, sem a közvélemény nem vette észre. Az utasellátó név alatt a MÁV büféket, éttermeket, egyéb vendéglátó egységeket működtetett, gyakorlatilag a teljes vasút vonalhálózatán. Egy amerikai üzletember megvásárolta az által alapított Resti Kft. Részére az utasellátó valamennyi részlegének haszonélvezeti jogát 30 évre, azaz 2022. december 31-éig. Hosszú ideig rendezetlenül maradtak a MÁV ingatlanai, még a teljes kateszter összeállítása is gondokat jelentett, ugyanis a legtöbbje állami tulajdonban volt, a MÁV csak kezelői státuszt kapott. Azt pedig nem lehetett eladni, csak jogi trükközéssel bevinni apportként, haszonélvezeti jogként másik társaságba, vagy 99 évre használati megállapodást kötni, mint a nyugati pályaudvar melletti West End bevásárlóközpont esetében történt. Egyszerű és átlátható lett volna eladni a fölösleges MÁV ingatlanokat, könnyen le lehetett volna bukni, lásd Humboldt ügyeket. Így hát a jól képzett brókerek, vezetők 2007-ben megtalálták a helyes utat, ingatlankezelő alapot hoztak létre, és vettek egy alapot kezelő céget is. Az ingatlanok így is kikerültek volna a MÁV tulajdonból, nem kellett volna több kézben átcsúsztatni. A MÁV vezető azt sem zavarta, hogy saját magukkal mentek szembe, hiszen portfóliótisztítás címén mindent alattak, és akkor ingatlan befektetéssel kezdenek foglalkozni. Vajon ez beletartozik a profilba? Az alap megalakításával a veszteség előre borítékolva lett, hiszen a befektetett költségek még jó esetben sem térültek volna meg. A szakembereknek ekkor már tudniuk kellett volna, hogy az ingatlanpiac befutcsolt világszerte. Az eredmény az alap megszüntetése, az alapkezelő eladása, az egyik székház üresen áll Budapest legjobb helyén, a másik székhely után nagyon komoly béleti díjat kell fizetni a Könyves Kálmán körútnak. A MÁV tehát megint, mint számtalan esetben, veszteséges üzletet kötött, és senki nem felel érte. És hol van a miniszterek felelőssége, akik hivatalosan jóvá hagyták az üzletet, esetleg nem hivatalosan kezdeményezői voltak? Itt szükséges rögzíteni, hogy nem egyéni döntésről, hanem testületi döntésről beszélünk, ahol az egyéni felelősség is elmosódik. Ez a korlátolt felelősség egyik formája a kapitalizmusban. A szocialista liberális privatizátorok kitalálták, hogy a teherfuvarozás, mint teljes ágazat nem tartozik az állam feladatai közé, ebből pedig semmi más nem következhet, mint hogy eladják. Az fel sem merült, hogy az egyetlen nyereséget hozó ágazatot meg is lehetne külön állami tulajdonban tartani. Persze nem a MÁV-nak, mint tulajdonosnak, hanem az államnak, mint tulajdonosnak, mint például az osztrák vasutaknál is van. Véleményünk szerint az uniós normák nem a teherfuvarozás állami tulajdonlását, hanem a keresztfinanszírozást tiltják, azaz a nyereséges teherfuvarozás eredményét nem lehetne a személyszállítás területén keletkezett veszteségek finanszírozására fordítani. Ehhez nem kell eladni az egyetlen nyereséges ágazatot, csak számviteli szempontok szerint elkülöníteni. A kiszervezések első hulláma csak a kis stílű tolvajok példáit mutatják, de ezután megjött az étvágy is, amikor a miniszter rendelkezésére a MÁV-tól idegen elemek vették kezükbe a vasutat, akik azt jófajta spáhi birtoknak tekintették. Elég csak a Geuronet BT ügyét említeni. 2008. januárjában az osztrák állami vasút leányvállalata a Rail Cargo, Ausztria megvásárolta a MÁV kargót 102,5 milliárd forintért. A következő hónapban a bécsi Format hetilap közzétette az osztrák társaság és egy 30 ezer forint jegyzett tőkéjű magyar családi vállalkozás a magyar Geronet BT között létrejött tanácsadói szerződést, amely 7,1 millió euró, akkori áron 1,8 milliárd forint értékű
díjazást tartalmazott. Az egyik osztrák vasúti vezető többek között arról beszélt, naivitás azt gondolni, hogy Közép-Kelet-Európában lehet hasonló lobby szerződések nélkül a közszférában üzletet kötni. Az osztrák sajtó szerint keresik, hogy mit is csinált valójában a megbízott BT. A sajtó sejtetése szerint az ügyletben a Gyurcsány kormány minisztere, államtitkára, egyéb vezető funkcionáriusa közreműködött. Szerepet játszott a tőkeszegénység, amely miatt el kellett adni, amit lehetett, és magas kamatokra kellett hiteleket felvenni, vagyis itt is működött a kiéheztetés és a kamatrabszolgaság intézménye. Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek, mint említettem, 12-ről 232 milliárd forintra nőttek, 8 év alatt több mint 70 milliárdot költöttek csak kamatokra. A MÁV csoport 9 év alatt 1618 milliárd forintjába került az állami költségvetésnek, vagyis nekünk, az adózó állampolgároknak. Plusz fogyasztói árkiegészítés 195 milliárd forint. A mindenkori vezetők célja a zavarosban halászás mellett az 5-6 év kitöltése volt, amíg egyes cégeknek nyugodtan megtömhették a zsebét nagyvonalú megbízási és vállalkozási díjakkal. 14 milliárdot költöttek szervezetkorszerűsítési és egyéb tanácsadókra. Munkájuk zavartalanságát úgy is biztosították a szakszervezetek felé, hogy túlfizették azokat. 2002-2006 közötti folyamatosan növekedett a szakszervezet tisztségviselők számára biztosított munkaidőkedvezmény megváltása, holott a cégcsoportnál 20%-os létszámcsökkentést hajtottak végre, ami nyilván csökkentette a szakszervezeti tagságot is. Az egyfőre vetített munkaidőkedvezmény, illetve annak pénzbeli megváltása lényegesen magasabb volt a törvényi előírásnál. Ezen felül a szükséges és jogszerű igényektől lényegesebb, nagyobb irodahelyeket biztosítottak számukra, súlyos milliókat fizettek ki számukra szakértői díjazás jogcímén, nyilvánvalóan állvállalkozói szerződés alapján. Mindezek felvetik a MÁV-nál a vizsgált időszakban valamennyi érintett, hatáskörrel rendelkező vezetőjének, továbbá a MÁV-ot felügyelő kormányzati erő felelősségét is. A Jobbik frakció véleménye szerint a vasutasság az eddigieknél jobb tulajdonost, becsületesebb vezetést és szebb jövőt érdemel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót Spaller Endre képviselő úrnak, KDNP. Köszönöm a szót. Józsa úrnak jelezném így fél év elteltével, hogy tulajdonképpen miért is 2002 és 2010 közötti időszakot vizsgáljuk. Azért, mert 2002-ben 20 milliárd forint volt a MÁV adóssága, 2010-ben meg 300, arra voltunk kíváncsiak, hogy ez hogyan alakult ki, így akkor fél év után tájékoztatnám önt, hogy ezért dolgoztunk fél évig. Azt mondta ő, hogy meg volt fizetve a közszolgáltatás, akkor vajon miért kellett működési hitelt fölvenni, erre mi nem találtunk más logikai konstrukció, csak az, hogy ezért nem fizették ki mégse ezt a bizonyos közszolgáltatást. Ugye ennek a bizottságnak nem volt dolga a jövő megfogalmazása, akármennyire is én egyébként nagyon sok kérdésben egyetértek, akár az LMP-vel, akár sok mindenkivel, de ennek a bizottságnak ez nem volt dolga. A MÁV-kargót is szóba hozták, mondván, hogy ott hagyták annak az árát a MÁV-nál. Gondolom, hogy azt tudja a képviselő úr, hogy ennek a java részét folyókiadásokra is költötték. Ez vagyonfelélés, hát ha ön erre büszke, akkor látszik, hogy ilyen gazdái voltak önök az elmúlt 8 évben a MÁV-nak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre Józsa István képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő, én csak arra kérném még ezen a késői órán is, hogy tegyen különbséget, hogy melyik képviselő mit mondott. Jegyzeteljen, legyen szíves. Tehát amiket nekem tulajdonít, annak egy részét én mondtam, egy más részét más. Úgyhogy én csak ezt a pontosság kedvéért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Nem, akkor az előterjesztőket kérdezem, kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Manninger Jenő bizottsági elnök úr. Az tekintettel a késő órára és arra, hogy a bizottsági ülések több óráig tartottak, és ott ezeket a kérdéseket részletesen megbeszéltük. Én ismételten viszonylag rövid leszek. Természetesen
órákat lehetne erről beszélni, és akkor képviselőtársam haza is mehetnének, mert reggel 8-kor egy másik napi rendet folytathatnánk, de azért arra hagyj reagáljak röviden. Egyrészt ugye sokat lehetne beszélni, itt nyilvánvaló, hogy most a táblázatokat összevetni, és hogy hogyan alakul Göndör képviselőtársamnak, egyet tudok mondani, hogyha ő azt mondja, hogy a betevéhez viszonyított közvetlen költségek aránya az csökkent. Ez egy sarkatos kérdés, mert nem értünk egyet itt a MÁV-val a bizottság. Én ezt nem akarom olyan elemezni, de annyit erre röviden mondani, hogy érdemes megnézni, hogy a MÁV csoport kialakításával ugye egymásnak is számláznak a cégek, így ez is hozzájárult ahhoz, hogy a bevétel növekedett, tehát hogy ebben mennyi a fiktív bevétel növekedés, mennyi a valós, azt érdemes elemezni. Nyilvánvaló, a bizottságnak tényleg nem lehetett mindent megvizsgálnia, tehát a közlekedési stratégia megalkotása nem volt feladata a bizottságnak, annál is inkább, mert egyébként van ilyen, tehát az egységes közlekedési stratégiát, ugye ebben rendelkezik Magyarország, hiszen ezt a közötti operatív programhoz el kellett fogadni, Unió elfogadta, kormányzatnak is van szerintem közlekedési stratégiája, én erről nem akarok ezért beszélni, de alapvetően szerintem lényegében egyetértünk avval, amit akár LMP és alelnök képviselőtársam is elmondott. Én azt gondolom, hogy a Széll Kálmán tervben erre történtek is olyan tervezetek, amelyek hát majd ők nyilván akkor joggal kérnek számon, ha meg megvalósul, akkor pedig elégedetten nyugtáztatják, hogy nagy lépést tettünk ebbe az irányba, hogy valóban a vasút versenyképesebb legyen. Jó vasúti társaságot tudnék mondani Józsa képviselőtársamnak, hogyha ilyen szépen megszólított, de rövid leszek, tehát azért ott is felmerül, hogy mennyi pénzt és hogyan öltenek bele, de hát mondjuk, hogyha Németországba elmegy, ott egy mintaszerű vasúti társaságot fog látni, mégis az árufuvarozás visszaesett abban is, és az európai, és többen nálunk azt hiszem, hogy magasabb is az árufuvarozási szint, tehát rendkívül összetettek ezek a kérdések. Azt el szeretném mondani még itt, hogy nem a, tehát amikor azt mondtam, hogy a utazási igényekhez kéne igazítani a szolgáltatást, akkor ha úgy gondolom, hogy József képviselés arra próbált itt célozni, hogy a mellékvonalat kérdésében hogyan foglaltunk állást, nem ennek a revidiása történt meg, hanem úgy általában azt lehet mondani, hogy az egész vasútüzemeltetésre ez jellemző, tehát hogy pontosan hozzá kéne igazítani az igényekhez a vonalakon lévő forgalmat, a kocsiknak a számát, és így tovább. Tehát ez bizony várat magára, mindegy, tettünk is megállapításokat, hogy ezt hogyan lehetne lépni, hogy a megrendelői helyzetbe kéne hozni például azokat a MÁV-on belül, akik ezeket a szolgáltatásokat megrendelik. És akkor itt mondanék egy érdekes dolgot, hogy a legrosszabb kormánynak is vannak jó intézkedései, tehát például még az előző kormányzatnak is volt jó intézkedése, amikor az ütemes menetrendet próbálta bevezetni, aztán sajnos el is halt, mert pontosan, hogy nem tudták a megrendelő oldalról megfelelően megerősíteni a megrendelő oldalt. És egyetlen egy gondolattal fejezném itt be, mert hogy tehát nagyon sok mindenre nem tudott válaszolni a bizottság, de nem is nagyon volt feladata, hiszen, mint mondom, a határati javaslat, országgyűlés által megszabott határati javaslatok azért megszabták azt a keretet, amiben dolgozhatott. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat volt mégis, hogy egyszer biztos, hogy ebben nagyon fontos feladat volt, hogy rendet tegyünk bizonyos dolgokba, úgy, ahogy a Fidesz kormány intézkedései kapcsán és megtapasztalhatták, hogy a álpiaci megoldásokat, azokat a megoldásokat, amikor ugye a közműcégeknek a privatizációjáról van szó, és mégis nem lehet beszélni itt valós privatizációról, mert nincsen piaci helyzet, hanem monopól helyzet van például, és egészen máshogy kéne megoldani a szituációkat. Ehhez hasonlatos volt a vasút helyzete is. Tehát jöttek a szocialisták, ugye az SZDSZ-esek, és azt mondták, hogy ők értenek legjobban a piachoz, és ezért piacosítani kell a MÁV szolgáltatását. Ebből adódott minden probléma. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól lehetett végigkísérni ezelőtt a 8 év alatt, és a bizottság vizsgálatában egyértelműen kiderült, hogy ezek az álpiaci megoldások valójában bizonyos érdekeket szolgáltak, és nem tették versenyképesebbé, hatékonyabbá a vasúti társaságot. Azzal, hogy persze ezt nem kell azt mondani, hogy persze bizonyos piaci elemeknek helye van, és maga az egész cégnek a működtetésénél nagyon fontos az, hogy olyan menedzsment legyen, aki ismeri a piac működését is. De én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk.
és akkor nem fordulhat olyan elő, mint a MÁV karugadása, nem fordulhatnak elő olyanok, hogy kiszerveznek bizonyos tevékenységet, és drágább lesz a szolgáltatás. Tehát én gyakorlatilag ez is a rend irányába tart intézkedésnek tekinthető, és ezt én azt gondolom egyszer is mindenkorra fontos volt elmondani, hisz ezt az irányt meg kellett állítani, és 2010-től ilyen szempontból új időszámítás következhet be. Köszönöm szépen a figyelmüket!